Tégy jót! Ezzel a motóval szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió 2016-ban. A sikeren felbúzdulva a szerkesztőség ismét várta a donorokat október 6-án az egri érseki palotába véradásra. Ezúttal 68 önzetlen segítő hallotta meg a hívószót. Elsőként az egyházmegye főpásztora, az esemény fővédnöke, Ternyák Csaba egri érsek adott vért. A véradók között láthattuk a papság, a papnövendékek, az egyházi intézmények munkatársait, és rajtuk kívül is számos donor nyújtotta karját a tű alá. Szép számmal voltak olyanok is, akik először vállalkoztak erre. Rádióból hallottam, a Szent István Rádióból, és anyukám mondta, hogy mivel elmúltam 18 éves augusztusban, ezért eljöhetnek, és így hétfőn megfogalmazódott a gondolat, hogy akkor jönni is fogok, és így. A motiváció miért fontos vajon a véradás szerinted? Számomra azért, mert az én életemet is ezzel mentették meg, ugyanis engem háromszor vércseréztek születésem után, és azóta édesanyám is rendszeres véradó, és édesapám is. Az esemény keretében adták át a Magyar Vöröskereszt munkatársai az Országos Felsőoktatási Véradó Verseny díját a Hittudományi Főiskola képviselőjének. Gortva József megyei igazgató kiemelte, a főiskola minden esztendőben szép eredményeket hoz. Ezúttal második helyezést ért el kategóriájában. A papi hivatásnak ugye nagyon fontos lényege, hogy mi ugye Krisztus szolgálatára készülünk, hogy mi Krisztus példáját kövessük, és mikor gondolkoztam el a kérdés, hogyan lehet összehozni ezt a véradással, a véradás is tulajdonképpen egyfajta tanúságtételnek tekintem, ha élhetek ezzel a kifejezéssel, a vértanúság egy formájának, és ugye Krisztust a vértanú királynak nevezzük, hiszen ő volt az Anyaszentegyház első és legfontosabb vértanúja, és ezért különösen is fontosnak érzem, hogy leendő papokként a kispapság, a növendékpapság is kivegye a részét a vértanúságnak ebből a formájából. Minden önzetlen segítő ajándékcsomagot kapott a rendezvényen. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Akona Pincészet, a Dr. Csabai Farma Kft. És az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósult meg.